Gyorsan fussunk még át, a fontosabb hiányzókon, hiszen mind a két csapatban vannak maródiak. Karthagi oldalon a hosszú idők óta sérüléssel bajlódó Kovácsova, valamint Bukovszki. A mai napon sincsenek ott a keretben sem. Hozzájuk pedig, Naházi gólkirály ültünk, a góllövő lista éllovasa Székely Dávid is csatlakozott. 3 meccsen 7 gólt rúgott Dávid, ma azonban sérülés miatt csak kispados, és rögtön ott az első helyzet. Nincs meg a gól. Vasicskunak szánt labda lett pontatlan. Ingattan gurigázzuk ki az előre húzódó balbekket. Szent Annai pedig már fordíthatja a karcagi támadást. Újabb hosszú labda. Jól találja meg Kupait. Elcsúszik a védő, ez pedig így nagy helyzetet szül. Kupai jól teker. Céltéveszt. Ott pedig benne fantázia. Most is ő próbálta meg átpörgetni a karcagi védelmen a labdát, sikertelenül. Orosz már indíthat. Erdei. Elviszi Penzner mellett. Csúszkálnak a vendégjátékosok. Akár ezt is kihasználhatjuk. Erdei, nagyon finom csel. Előny szabály. Most a beadás. Túl mély volt. Könnyedén lehúzta kollát. Lukácsi. Éger. Nagyon sete megoldás. Orosz. Szívós Gergő. Orosz. Távoli lövés. Kapu mellé. Kap egy tapsot. Erdei. Elszámolta magát Kispál. Erdei aztán lő, Kollát pedig egy hatalmasat véd. A meccs eddigi legszebb momentuma, mind a lövés, mind a védés tekintve. Már-már gólt kiáltott a karcagi publikum. A bal alsó elől azonban Kollát egy méretes hárítással szögletre tornáz. Hát ezért igazolták. Nagyon sok helyen megfordult már. János Idelőt védett Szolnokon, Szajolban, Szentesen, Jászberényben, Cegléden, Kungszentmártonban, Törtelen, Szolnoki Spartakuszban is. De csak Szolnokon védett többet, mint János Hidán. Jó fejes! És ezt is sikerül kitornázni a Kollátnak. Hát ezek a percek most róla szólnak. Terjék, bravúros bólintás volt. Most sorjázzuk a helyzeteket, és a 26. perc táján igen közel kerülünk a gólhoz. Dobja Radovicsnak. Tóth játékvezető pedig egy tapottat sem mozdult a büntet helyszínéről, onnan jöhet a szabadrugás. Egytagú sorfal, Szívós Gyula. Nagócs azonban kiöklözi a beadást. Szívós Gergő pedig már el is kéri a labdát. Ő ezt onnan könnyen lehet, hogy kapura súnyítja majd. Na végén csak Szent Annai maradott. A Dudaszóval érkező kis vonat pedig remélhetőleg meghozza a karcagi gólt is. Jó tekerés, nagy védés!
Újabb kollát, bravúr! Radovics, nem lehet őt felborítani sem. Szájól húzza vissza. Orosz viszont tanárjan mellel Héger elől. Most a lövés! Agócs véd! A legnagyobb jászfényszorúi helyzet eddig. Héger nem helyezte. Orosz kérné, nem kapja. Még mossán. Erdei. Terjék. Jó a csel, most a lövés. Ballal kapu fölé. Székely hiánya egyébként azt is eredményezi, hogy Zsinórban negyedik alkalommal alig, ha ő fogja begyűjteni majd a forduló legjobbjának járó címet a JASZ Konfoci hírportálon. Szurkolók szavaznak. Dávid pedig az első, a második és a harmadik fordulóban is a legjobbnak bizonyult. Jó lenne, ha ma egy másik karcagi játékos szállna be a versenybe. Terjék és Szent Annai. Nagy magas sorfal Terjék előtt, ellövi azonban. És bárki jön a kapusról, nem olyan messzire, hogy ne sikerüljön összegyűjteni. Szívós. Orosz. Terjék. Szívós Gyula, most a lövés, és ez becsúszik, vezet a karcag. Na, és hát ez a gól, most már kijebb kell, hogy egy kicsit csalogassam a jászfényszarút. Ha nem akarnak pont nélkül távozni karcagra, akkor bizony egy kicsit többet kell vállalni, ez pedig kedvezhet a miénknek is. Nagy Tamás jött leközben a pályáról. Nem tudom, hogy csak cipőt cserél, vagy megsérült. Addig ember hátrányban a vendége. Kupai majdnem ki is használja ezt. Kollát véd. Szent Annai. Szívós Gyula. Jó megmozdulás. Kupai. Terjék. Kicsit elengedte, aztán a játékvezető is zavarja, Lukácsi megszereli. Ebben most több volt, ráadásul sok karcagi volt fönt. Egy emberként visszaérünk azonban. Héger! Egyel tovább, Baranyi. Szélvész gyors, ketten is kergetik, Szőke pedig a pozíciót fogja. Baranyi, most a beadás, megpattan és kapufa. Jöhet a szöglet, így lett veszélyes. A visszafutó Szőke Norbertről kis hián a rövidbe pattan. Cipőt cserél közben. De csak a bal lábára. Sőt, ahogy nézem, még különböző márkájúak is. A jobbos és a balos. Baranyi lő! Nem veszélytelen, sőt, olyannyira nem, hogy Vasicsku egyenlét. Baranyi élesen lőtte középre, a kapura veszélytelen lett volna. Vasicsku azonban érkezik. Majzik kiollózza, de csak Erdeihez. Vissza a balra. Kocsis. Jó beadás, és a fejes. Kovács a kereszt lécet trafálja telibe. Orosz. Kocsis. Szőke. Kupai. Kell a Csák Krisztián és a lövés. Egy jó méterrel a cél fölé. Csőke.
Senki nem lép rá, el is lövi, kipattan, és Agócs, hatalmas bravúr! Hát Baranyit teljesen üresen hagyták ott az ötösön. Agócs pedig óriási védést mutat be. Talán már abba is beleért, ami a keresztlécen kötött ki. Karcagi szabadrugás, igen hangos a Mászmészarúi kispad, Szászi Gábor, valamint Csépány András is, igen hangos ember. Abszolút beleélik magukat a játékba. Szent Annai. Jó beadás, Szőke csúsztat kapu mellé. Egyre kevésbé van benne a játékban az, hogy megnyerjük ezt a meccset. Mert bár megyünk, próbálkozunk, de az a pici plusz az ma hiányzik. Terjék! Ott egy készőke, bekotorja, 2-1 a Karcagnak. Megvan az a pici plusz, Szőke Robi szállítja. Beáll a 80. percben, 5 percre rá pedig gólt lő. 2-1. Újra vezet a Karcagi SE. És most kell nekünk ugyanolyan fegyelmezetten és szervezetten játszani, ahogy teszi azt a Jászfényszarú. Baranyi, hát hogyha vereség lesz a vége, alig ha nem átkozza majd magát, hogy azt a fejest, azt hogy hagyta ki, és hogy nem bólintotta be a kapuba. Héger. Nem rossz, és ott a gól, 2-2. Aki él és mozog, megy fejelni. Szívós Gyula maradt hátul a félpályánál Hégerrel. Szent Annai pedig megy a labda mögé. Könnyen lehet, hogy a találkozó utolsó helyzete lesz ez. Hatalmas tömörülés középen. A játékvezető kiméri a sorfal távolságát, Szent Annai pedig nekifut a labdának. Jól kanyarodik, Szőke fejjel. Megvolt, sikerült. Azonban nem engedte eléggé le. Így fölé ment. Szőke nem az övé. Vasicskó. Csőke. Héger. Radovics tartja. Most Héger, és ez nagy helyzet lehet neki. Orosz blokkol. Lukácsi. Csőke kapura. Kapu irányába. Megvan a helyzetem a Jászfényszarúnak is ahhoz, hogy megnyerje a találkozót. Kovács. Nem előre játszunk, nem tudunk egyből menni. Tétovázunk, és ezt is elveszítjük. Baranyi rúgja ki dobásra. Szőke elől Gulyás, most már Radovics. Szőke csereként beállva a meccs hőse lehetett volna. Szívós Gergő. Nagyon mély kapu mögött kikötő beadás. Találkozót követően elsőként a Jászfényszarú szakmai igazgatójával, Szászi Gáborral beszélgetünk. Hát csak úgy, mint tavasszal, most is egy 2-2-es meccs után állunk itt. Azonban sokkal másabb volt a forgatókönyv, izgalmas véghajrá. Hogy értékeli a találkozót?
Hát igen, az eredmény az ugyanúgy 2-2, viszont a kialakulás egy picit máshogy volt. Kicsit izgalmasabbra sikeredett ez. Másabb a bajnokság állása is, ugye most a Karcak 3 győzelem után van, mi meg igazából kicsit beragadtunk a rajtnál és egy pontunk van csak, úgyhogy ez a mérkőzésen is látszott, hogy mi igazából itt a biztonságra akartunk törekedni. Voltak lehetőségeink, viszont azt gondolom, hogy az igazságos a döntetlen. Említette, hogy a csapat kicsit beragadt a rajtnába, azért a sorsolás se kedvez, rögtön a bajnokkal és az ezüstérmessel találkozott a JASZ Fényszaru. Ugye tavasszal egy nagy menetelést produkált a csapat, 29 pontot gyűjtött, és sokan azt mondták, hogy hát ebből akár idén még valami nagyon szép álmok is lehetnek. Mik a célok? Hát igen, ezt mondták mindenki, kivétel mi. Mindenki ezt mondta, meg ez volt az elvárás, így külső szemlédők szerint. Mi nem tűztünk itt nagy remény, bármint nem azt mondom, hogy nagy reményeket, persze máshogy álltunk hozzá, mint a tavalyi bajnoksághoz, de a kimondott cél az, hogy az első hatba kerüljünk. Igen, ez most nem úgy tűnik, meg nem úgy nézünk ki, hogy ott vagyunk, viszont igen, a sorsolás is igen kegyes volt hozzánk, mert itt az első 5 fordulóban, itt a tavalyi első 4 helyezettel játszunk, hát most egyelőre nem éppen a legjobban jöttünk ki belőle, de most remélem azt, hogy a következő 3 mérkőzéseket otthon játsszuk. Ott is vannak nehéz csapatok, mert a Szajol és a Újszászod és a Csépával fogunk játszani. Az se lesz egyszerű, de talán már könnyebb lesz, mint a bajnok és az ezüstérmessel, meg a jó erőkből álló Karcaggal játszani. A mai napon igen szervezetten is masszívan védekezett főként a csapat, illetve azért a gárda nagy része és a magja is együtt maradt a nyáron. Mi lehet az idei siker kulcsa? A siker kulcsa az lett, hogy találjunk új motivációt a csapat számára, hogy a tavalyi bajnokság, vagy a tavaszi bajnokság azért volt nagyon magas motiváció, hogy ne essen ki a csapat, ezt ugye teljesítette. Kell találni egy másik motivációs lehetőséget. Most igazából meg is adtuk magunknak a motivációs lehetőséget ezzel a idézőjelből beragadt rajta, szóval a következő hetek meg mérkőzések arról fognak szólni, hogy egy kicsit újra fölépítsük magunkat. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 fordulóban ez volt az eddigi legjobb teljesítményünk, amit itt nyújtottunk. Nem is a játékra gondolok igazából, hanem inkább a egységességre, meg az, hogy csapatként tudtunk működni, és ezzel jött ki ez a döntetlen, mert teljesen más szájézünk van a múlt heti 2-2 fegyvernek ki meccs után, meg most teljesen más szájézünk van a mostani 2-2 után. Úgyhogy remélem, hogy ebből tudunk majd a következő hetekben mérkőzéseken táplálkozni, és akkor ebből sokkal jobb eredmények is születhetnek. Szászi Gábornak köszönjük szépen, gratulálunk a mai egypontozás, és jó munkát a következő hetekre. Köszönjük szépen. A folytatásban Orosz István értékeli a találkozót. Hát Pisti, gratulálok az egy ponthoz. Hát gyakorlatilag megnyert meccset sikerült elbukni a végén. Igen, azt nyilatkoztam én is, hogy kiénekelték a sajtot a szánkból. Nehéz meccsnek ígérkezett, és úgy készültünk, hogy nehéz meccs lesz, mert ez nem egy olyan rossz csapat, amit az eredmények mutatták az első 3 forduló alapján. Sajnos Bukowski Dani is sérült hetek óta, sajnos Székely Dávid is megsérült, akik ott előrefele a kreativitásukkal bonyodalmat tudnak okozni ott az ellenfélnek. Nem tudtuk, a helyzetek alapján meg lehetett volna nyerni a mérkőzést, de sajnos 2 ilyen pontrugás után ezen nagyon javítanunk kell, mert úgy érzem, hogy előrefele jók vagyunk, rugdossuk a gólokat, de hátul mindig megvan az az 1-2 védelmi hiba, ami meccsek alapján mindig megvan, és ezt nagyon gyorsan orvosolnunk kell, mert ha tényleg akarunk valamit ebbe a bajnokságba elérni jó eredményt, akkor ezek nem fognak beleférni. Nagyon masszívan szervezetten védekezett gyakorlatilag a meccs egész alatt a JASZ Fényszaru. Akkor ez a kreativitás volt az, ami hiányzott is, amivel esetleg fel lehetett volna törni őket? Nem csak a kreativitás hiányzott, hanem sajnos a héten nem tudtunk úgy edzeni, ahogy szerettem volna, és azt mondom, hogy még a frissesség vagy a robbanékonyság is hiányzott a játékunkból. Ahhoz képest, hogy szeptember van, még elég meleg is volt, ez is visszább vett egy kicsit, és azt mondom, hogy nem voltunk frissek, nem voltunk kreatívak, egy masszív védekező csapat ellen kellett játszani, nem voltunk türelmesek a labdajáratásnál, nem jöttünk vissza a labdákért, a támadók nem
nem kérték, nem ürítettük a területeket. Ami helyzetek voltak, azokat nem tudtuk gólra váltani. Lásd, Kovács Lackónak hatalmas helyzete volt, kapufára fejelte. Ott, ha Tibike tovább tudja passzolni, akkor Terjék Peti szemben van a kapussal, és még volt vagy két olyan helyzetünk, amiket be kell rúgni. És mondom, hogy a ellenfélnek meg pedig nem volt kidolgozott helyzete, mind a kettő szabadrugás vagy szögletből született. Ezeket nagyon gyorsan orvosolnunk kell, mert tényleg ezek nem férnek bele. A mai döntetlen ellenére azért nem lehet panasz a szezon kezdetre, 4 meccsen gyűjtöttünk 10 pontot. Te elégedett vagy? Nem vagyok elégedett, mert maximalista vagyok ebbe, itt hagytunk most 2 pontot, de nem is vagyok csalódott, jól kezdtük a bajnokságot. Még egyszer mondom, ha 10 pontot, azt mondják, hogy 10 pontot fogunk szerezni az első 4 bajnokin, akkor lehet, hogy aláírom, de azt mondom, hogy a 12 kellett volna. Megyünk tovább, jövő héten megint egy rangadó, mert Törökszent Miklósra megyünk, reméljük, hogy már Székely Dávid fel fog épülni, Bukowski Dani már kedden már el fogja kezdeni az edzéseket. Szent Annai pedig és azt kell mondanom, hogy még német Misit sajnos úgy néz ki, hogy befejezi pályafutását betegség miatt. Kovács Csabi, ő is bejelentette, hogy valószínűleg nem tudja folytatni, úgymond a aktív sportot. Hamar Jani még kérdőjeles, mert 2 hete nem láttam. Úgyhogy vannak lemorzsolódások, őket szeretném a ifi csapatból a hiányzókat feltölteni. Megpróbálunk mindent, hogy azért jól felkészüljünk a jövő héten is, és mindenféleképpen a 3 pontért fogunk elutazni Törökszent Miklósra. Orosz Istvánnak köszönjük szépen, és kívánom, hogy ez így legyen. Köszönöm szépen.